Ti már tudjátok nagyon jól, hogy minden jó bor mögött van egy jó történet. Ennek a bornak a történetét különösen szeretem. Czurda Hendrik szőlőskertjében készült, és Rajnai Riesling. És hogy miért kedves a történet? 1972-ben történt, hogy a Czurda család úgy döntött, hogy elköltözik Magyarországból, és Svájcban telepedik le. Czurda Hendrik akkor 6 éves volt. Élték az életüket, míg nem egyszer kaptak egy értesítést, hogy kárpótlásban visszakaptak egy kicsi földterületet Győr-Szemere határában. Czurda Hendrik édesapja mondogatta a fiának, menjünk el, nézzük meg azt a földet, hát ha megtetszik neked, hát ha akarnál ott egy kis vikendházat, ki tudja. Addig mondogatta, amíg egyszer csak tényleg eljöttek, megnézték, és Hendriknek leesett az álla. A terület gyönyörű, körös körül szőlő, és abban a pillanatban eldöntötte, hogy itt bizony nem lesz vikendház, hanem szőlő lesz. Mégpedig Rajnai Riesling, mert az az ő kedvenc fajtája, és mert a pannonhalmi borvidéken igen jól terem. Hát ez lett az eredmény, ami ebbe a palackba van zárva. Édes kísértés a neve egyébként a bornak, és nem véletlenül, valóban édes. És hogy milyen az illata? Most elmondom. Kicsit ásványos, nagyon gyümölcsös, déli gyümölcsös, mézes, mangós, mandarinos. Van benne egy pici sárga húsú gyümölcsösség is, egy kis szilvásság, nagyon jól áll neki. És kóstolva valóban édes. De annyira jók a savai, hogy egyáltalán nem bántó ez az édesség. Kívánja az ember a következő kortyot, sőt, kívánja a következő pohárral is. Hogy mikor igyuk? Amikor jól esik. Amikor kedvünk van egy kis boldogsághoz. Akár egyedül, akár kettesben, akár kis társaságban. Akár ételekhez, mondjuk egy jó kis halhoz vagy kagylóhoz, de akár csak úgy magában, mert szeretjük azt a pillanatot, amikor éppen kinyitottuk ezt a bort. Kóstoljátok meg és örüljetek neki ti is. Egészségetekre!